Mint utólag kiderült, hiába kapta magát össze a Bonyhádi KS-e a rájátszásban a biztos bennmaradás kiharcolásáért lejátszott második meccsen hazai környezetben a MEAFC Miskolc ellen, és nyerni tudtak 86-78-ra a PUP Bencék. Ez még csak szükséges, de nem elégséges feltétele volt az NB1B elit csoportjában való folytatásra, a harmadik mondhatni sorsdöntő mérkőzést ugyanis a pályaelőnnyel bíró miskolci egyetemisták otthonába játszották. Itt az amerikai játékossal is felálló hazai borsodiak érvényesítették abszolút a papírformát. Az, hogy ebből a kirándulásból 43 pontos, 112-69 oda vereség lett, jól jelzi, hogy a völgységi alakulat képtelen hosszabb, rövidebb távon arra a teljesítményre, amit az egész bajnokságban a mindössze 3 győztes meccsen produkált. Objektív okok miatti zuhanórepülésben volt tehát a Bonyhádi KSK, amit az egész idényben elszenvedett 2 tucatnyi vereség is jelez. Vagyis ennyire fiatal, rutintalan csapattal, ilyen kevés edzéssel, ami már-már az amatőr világot idézte, nem ütötték meg az időközben megerősödött NB1B elit csoport támasztotta a követelményeket a Bonyhádiak, amely bajnokságban, érdekesség kedvéért említjük, nettó 500 000 kereső profik is szép számmal előfordulnak. A második vonal fakójában, az NB1B úgynevezett zöld csoportjában indulhat az új szezonban a Bonyhád KSK.